nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hamarosan kinyit a szekszárdi strand, zajlanak a karbantartási munkálatok, fertőtlenítik a medencéket. Kegyeletsértő sírrongálás, vandálok teszik tönkre a 6 évesen meggyilkolt Leonetta nyughelyét. Drágulás, 40%-kal került többe a gyümölcs tavalyhoz képest. Adományok, állami gondozott gyerekeket támogat a Kóp Segély Alapítvány. Május helyett várhatóan júliusban nyit ki a szekszárdi strand. Jelenleg karbantartási munkálatok zajlanak a fürdőben, és a medencék fertőtlenítése is elkezdődött. Ez a nyár nem csak emiatt lesz rendhagyó. A járványügyi előírások következtében 1000 látogató helyett 775 vendég lehet majd egyszerre jelen a strand területén. Egyéb óvintézkedésekre is készülniük kell a fürdőzőknek, így például kevesebben úszhatnak majd a medencékben. Zajlanak a karbantartási munkálatok a szekszárdi strandon. A kivitelező cég dolgozói az élménymedencékbe új burkolólapokat raktak le. Mintegy 105 négyzetméternyi felületet burkoltak újra, és 1200 négyzetméteren javították ki a fugát a medencékben. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondta, az ilyenkor szokásos karbantartáson felül néhány plusz munkát kell elvégezni, de legkésőbb július 1-én kinyithat a szekszárdi strand. 70-80 ezer látogató van évente. Most egy kicsit övével vesz a szezon, hiszen 7-1-től nyit ki, miközben májusban szokott, úgyhogy biztos kevesebben lesznek. Ami nagyon fontos lesz, hogy a létszámot figyelnünk kell, tehát azért az állványügyi előjelésokat be kell tartanunk, illetve a fertőtlenítések nagyon komoly szerepe lesz. Közben az úszoda építése is zajlik, úgyhogy egy bizonyos részt elfoglal a strand területéből. Fertőtlenítik a medencéket a fürdő dolgozói. Ezt gyakrabban teszik meg majd a nyár során, mint egyébként szokták. Szigorúbb szabályok léptek ugyanis érvénybe a járványügyi helyzet miatt. A strandolóknak például másfél méteres távolságot kell majd tartaniuk, továbbá egy meghatározott létszámon felül nem szabad a medencékben fürödni, így például az ülőmedencében 49 helyett 35-en tartózkodhatnak majd. A szabályok betartását felügyelők ellenőrzik, belőlük többet alkalmaz majd a fürdő a nyáron, mondta Szabóné Tengerni Mária, a szekszári családbarát strand és élményfürdő vezetője. Az élmény ülő gyerekmedence 4 négyzetméter per fő, az úszó és a csúszdamedence 5 négyzetméter per fő, tehát erre kellett átszámolni az eddigi üzemeltetési szabályzatba szereplő 990 egyidejű látogatót. Látogatható létszámot, és ez most 775 főre csökkent. Tehát egy időben, egyidejűleg ennyit tudunk beengedni a fürdő területére. Várhatóan a jövő héten befejeződnek a karbantartási munkálatok a szekszárdi strandon, és július 1-én kinyithat a fürdő. Június 15-én kinyithatnak a könyvtárak is a mozik, színházak, múzeumok és fürdők mellett. Ám a Magyar Könyvtárosok Egyesületének főtitkára azt mondta, egyeztetéseket folytatott a kormányzattal, hogy milyen formában induljon újra a szolgáltatás, de a konkrét szabályok még nem ismertek. Amíg pedig nincs jogszabályi felhatalmazás, addig a legtöbb helyen marad a távszolgáltatás, a könyvtári szabadtéri terek bevonása, illetve a könyvek biztonságos visszavétele és kölcsönzése. Rendszeresen megrongálják a tavaly Szekszárdon brutális kegyetlenséggel 6 évesen meggyilkolt Leonetta sírját. A kislány édesapja azt mondja, különös módon mindig akkor történnek a kegyeletsértő rongálások, amikor közelednek az emberölési ügy tárgyalásának időpontjai. A keresztet kivették, akkor a babakocsi szét döntötték. Vandálok rongálták meg a tavaly a saját unokatestvére által 6 évesen meggyilkolt szekszárdi Leonetta sírját. Ezeket a képeket a kislány szülei készítették. Látszik, hogy a rongálók a sírra tett, szinte valamennyi játékot szétdobálták, volt, amit el is loptak, és a fejfát is bedobták a gazba. Leonetta édesapja azt mondja, nem ez az első alkalom, hogy megrongálják a sírt. Elkezdődött az első tárgyalás, nem is értem, hogy még kell valakinek a sírját szétrombolni, főleg egy 6 éves kislányét. És amúgy jönnek a tárgyalások folyamatosan, minden tárgyalás előtt 1-2 héttel szét vannak rombolva a sírok.
Leonetta családja szinte minden nap kijön a kislány sírjához, szépítgetik, gondozzák azt. Ezért is fáj nekik különösen a rendszeres rongálás. A családtagok sejtik, hogy ki vagy kik állhatnak a kegyeletsértő tett mögött. Ezek azért csinálják, vagy egy az, hogy még nincs meg a másik tettes, és azok csinálják ezt, vagy pedig a jó akaróim, vagy ugyanis gondolhatok sok mindenre, gondolhatok a gyilkos családjára is, valakit főbújtat, vagy közülük valamelyik. Leonetta édesapja azt mondja, szeretne márvány sírkövet csináltatni, de nem mer, mert attól fél, hogy azt is összetörik. A szülők ezért most azt szeretnék elérni, hogy térfigyelő kamerát szerelhessenek a sírhoz. Közben az emberölési ügyben már több tárgyalást is tartottak. Kiderült, hogy K. Dániel, Leonetta unokatestvére beszámítható volt a gyilkosság idején. A fiút most a szexádi börtönben őrzik. A következő zárt ajtós tárgyalásra szeptemberben kerül sor. Ittasan jogosítvány nélkül ütközött villanyoszlopnak egy 39 éves nagydorogi nő Pusztahencsén. A baleset június 8-án éjszaka történt. A 39 éves nővel szemben a paksi rendőrkapitányságon büntető eljárás indult, járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Újra tartanak rendes tárgyalásokat a bíróságokon, és az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panasznapok is elindultak. A bíróságokon a járványhelyzet miatt vezettek be korábban rendkívüli szabályokat. Bár a munka folyt, a tárgyalásokat nem személyesen, hanem online, Skype-on vagy más videokonferenciás eszközök segítségével tartották meg eddig. A bíróságokon márciusban vezettek be rendkívüli intézkedéseket a koronavírus járvány miatt. Bár az épületekben folyt a munka és az ügyek is haladtak, személyesen nem tartottak tárgyalásokat, és az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panasznapok is szüneteltek, valamint a beadványokat is csak az épületekben elhelyezett postaládákban fogadták. Néhány napja viszont már ügyfelek is beléphetnek a bíróságok épületeibe. Biztosítani kell a 2 méteres védőtávolságnak a betartását, maszkban, illetve kesztyűben lehet jelen mindenki a tárgyaláson. Speciális szabály az, hogy az eljáró tanácselnöke nyilatkoztat minden jelenlévőt arra, hogy esetleg érintette a járványügyi intézkedésekkel, amennyiben igen, nyilván a tárgyalások nem tarthatóak meg. Emellett a bírók azt is meghatározhatják, hogy hányan vehetnek részt egy tárgyaláson. A panasznapok és a személyes ügyintézés is újraindult a bíróságokon. Ezekre előzetesen telefonon kell bejelentkezni, a személyes ügyintézésre pedig egyelőre speciális szabályok vonatkoznak. Minden ügyfelet, illetve aki személyesen kíván bíróságon ügyet intézni, arra kérünk, hogy a bírósági épületekbe kizárólag szájat, orrot eltakaró maszk, sál, kendő használatával léphet be, illetve a gumikesztyűt is használnia kell. Ezek mellett a bíróságokon kézfertőtlenítőt helyeztek ki, ezeket mindenkinek használnia kell, aki belép az épületekbe, és 2 méteres védőtávolságot is tartani kell. Mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik péntektől 4-4 forinttal a hazai kutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulással a benzin átlagára 345 forint, míg a gázolajé 355 forint lesz. Közel 40%-kal lett drágább a gyümölcs tavaly májushoz képest, a paprika, paradicsom, valamint a sertéshús ára pedig 20%-kal emelkedett a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A szekszárdi piacon 1 kiló cseresznyéért 800-1300 forintot, 1 kiló sárga barackért pedig 1200-1500 forintot kértek el. Néhány vásárló lézengett csupán a szekszárdi piacon 10 óra után pár perccel. Az árusok azt mondták, ez a 65 év felettieknek szóló idősáv bevezetése óta tapasztalható. A kereskedők szerint a koronavírus járvány miatt nem csak a vásárlók száma apadt le, de kevesebbet is költenek a piacon. A termékek ára ráadásul jócskán megugrott, ez pedig nem túl bevőcsalogató, mondták el kamerán kívül. A kereskedők szerint a magyar zöldségek, gyümölcsök árát a szeles, hűvösebb, viharos időjárás befolyásolta, a külföldi áru pedig a járvány miatt lett drágább, állítják. 1300 a cseresznye, 1200 az első sárga barack, és az eprem 1500, azt beszerzési áron árulom, mert levitték az árakat.
Szépen piroslott a ropogós hazai cseresznye a piacon, és többen nem is tudtak neki ellenállni, vásároltak belőle egy dobozzal. Egyes kereskedőknél 1 kiló cseresznyéért 800 forintot kértek el, máshol 1200-1300 forintba került. 1 kiló eper ára 1300-1500 forint között mozgott, 1 kiló paprikáért pedig 800-900 forintot kértek el. A vásárlók azt mondták, ők is érzékelik a drágulást, és emiatt alaposan megfontolják, hogy mire költsenek. 3 darab paradicsomot és egy csomórépát 565 forintért. Mit szól az árakhoz? Hát egy kicsit magasnak tartom az árakat, de nem csak itt, hanem mindegyik zöldségesnél, illetve az összes boltba jóformán, ahol az ember bevetődik. Én járok a boltba, de nagyon drága. Mi drága elsősorban? Alma. Amit szoktam venni, almát. Én az új káposztát is drágának találtam. Cseresznye? Azt meg sem kérdezem a cseresznyét, mert az nagyon drága nekem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel 40%-kal lett drágább a gyümölcs tavaly májushoz képest. A paprika, paradicsom, valamint a sertéshús ára pedig 20%-kal emelkedett 2019-hez képest. Állami gondozott, különleges ellátást igénylő gyerekeket támogat a járványhelyzetben a Coop Segély Alapítvány. Közel 2,5 millió forint értékű élelmiszer adományt kapott a Tolna megyei gyermekvédelmi központ is. A vállalat alapítványa a társadalmi szerepvállalás jegyében idén már 5. alkalommal ad segélyszállítmányt rászoruló gyerekeknek. A Coop Segély Alapítvány ebben az esztendőben 87 tonnányi élelmiszerrel segíti az állami gondozásban és különleges ellátásban lévő gyerekeket. A szállítmány összértéke meghaladja 25 millió forintot. Tolna megyében 5 éve érkezik kamion, támogatva ezzel a hátrányban élőket. Ez egy 10 éve a Coop Hungary által létrehozott segélyezési forma, az ő társadalmi szerepvállásának a része, amely a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére jött létre. A csomagokban tartós élelmiszerek vannak, melyeket a gyermekellátó intézményben és a nevelőszülői hálózatban élő gyerekek javára használnak majd fel. Ács-Ezső Szekszárd polgármestere azt mondta, ez a fajta társadalmi szerepvállalás példaértékű, melyet reményei szerint több hazai és külföldi cég is követ majd, segítve ezzel az önkormányzatokat, az intézményeket és a rászorulókat. Berlingerné és Sashegyi Katalina Tolna megyei gyermekvédelmi központ intézményvezetője arról beszélt, jelentős költségeket takaríthatnak meg egy-egy ilyen szállítmánnyal. Az adomány most 260 gyermeket szólít meg, akik különleges szükségletűek, tehát ugye mondhatjuk azt, hogy az ellátott gyermekeinknek a feléhez fog eljutni az adomány, és mindenképpen nagyon nagy segítség, főleg ez a nehéz időszak után a járvány miatt, hiszen a gyermekek nem tudtak oktatási intézménybe járni, egész nap otthon voltak, ezért élelmiszer is több fogyott természetesen. A kereskedelmi csoport 10 éve folytatja a karitatív tevékenységet, ez alatt az idő alatt 130 millió forinttal támogatta a rászorulókat. Az idei esztendőben 8268 gyermeknek jut tartós élelmiszer. Az utolsó tanítási napok zajlanak az iskolákban. Az idei esztendő mérföldkő lesz a jövő oktatását tekintve, hiszen a koronavírus járvány miatt nagyobb hangsúlyt kapott a digitális képzés. A pedagógusok véleménye szerint új időszak indult a magyar oktatásban. Az utolsó német oda zajlik az idén a Galei János gimnáziumban, természetesen online. Az elmúlt 3 hónap tapasztalatai alapján elmondható, mérföldkőhöz érkezett a hazai oktatás, és a digitális átállás átformálja az eddig kialakult képet, mondja Heyman Józsefné, az intézmény igazgatója. Hiszen ez a jövő, a diákok gyakorlatilag ezeket az eszközöket, okostelefon ugyanúgy használják a mindennapjaikban. Most azt kell, arra kell őket rávennünk, hogy amit eddig is tettünk, hogy a tanórán és tanórai keretek között a tanulásra használják fel. És mint ahogy ők mondták, ők most ebből a legjobbat szeretnék kihozni. Egészen más egy általános iskolás vagy egy középiskolás helyzete. A kisebbeknél sokkal nagyobb jelentősége van a személyes kapcsolatnak. Ugyanakkor, mondja Pekári Bernadett, a Gadai Általános Iskola igazgatója, a szakma egészen számára motivációt jelentett a helyzet. Ez a szakmai együttműködés, ami a kollégák között országos szinten megvalósulhatott,
olyan zárcsoportokban dolgoztak országos viszonylatban, amiből csak módszertani kultúrájuk gazdagodhatott, és olyan például feladatkészítési módokat, olyan applikációkat adtak át egymásnak, ami azt gondolom, hogy nagyon hatékony lesz majd a továbbiakban a szeptemberi, várhatóan a szeptemberi kezdésben. A középiskolások projektben történő tanulása hosszú távon fontos képességeket fejlesztett. Ennek ellenére az idő a közösség hiányát hozta számukra. Különböző projektmunkák, amikből régen mondjuk, amíg az iskolában voltunk, kevesebbet tudtunk csinálni, azok szerintem, azoknak a számok megnőtt, és ezek szerintem nagyon hasznosak. Viszont persze nagyon hiányzott a közösség, vagy az, hogy bejárjunk, vagy a szokásos kis hétköznapjaink, amiket eddig teljesen megszokottnak gondoltunk. Gyerekek és pedagógusok nélkül nincsen iskola, mondja Pekári Bernadett. Így meg kell találni a digitális átállás helyét a rendszerben, és kizárólagossá nem lehet tenni. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Ellehetetleníti a pécsi vízszolgáltatót a városvezetés, kifogásolják a tettye osztalék fizetését az ellenzéki oldalon. Van munkaerő, nem kell alkalmazottakat keresni a balatoni szezonra. Közösségi kert a pécsi belvárosban, növénynevelés és bizalomépítés a kezdeményezés célja. Elhibázott döntésnek tartja a pécsi Fidesz frakciója, hogy pénzt vettek ki a város vízszolgáltató cégéből. Az önkormányzat kasszájába 50 millió forint osztalékot kellett befizetnie a tettye forrásháznak. A városvezetői oldal szerint a költségvetés bevételeit növelni kell, ezért tartanak igényt mostantól a cégeik osztalékára. Az ellenzéki oldal szerint ez olyan sarc, ami például a vízszolgáltató működését is lehetetlenné teszi. Nem érti a pécsi Fidesz frakció, hogy miért fizettet osztalékot az önkormányzat a tettye forrásházzal, mondja Csizmadél Péter. A politikus információi szerint ezzel a döntéssel a cég felügyelőbizottsága sem értett egyet. Egészen kivételes, hogy egy cégnek a gyakorlatilag a tulajdonosi ellenőrző szerve, a felügyelőbizottság tesz egy javaslatot, miszerint ne hozzon olyan döntést a közgyűlés, mert ez nem érdeke a cégnek feltehetően. Ennek ellenére utána később egy olyan döntés születik az önkormányzat vezetésével, hogy 50 millió forint kivételre kerül ebből a cégből. Ezt az összeget a 300 dolgozó régóta húzódó béremelésére is fordíthatták volna, hiszen éppen az alacsonyabb keresetek miatt sokan hagyják el a céget, és nehéz találni helyettük más szakembereket. Az előregedett vezetékrendszer cseréjére szintén pénz kell, mondja a politikus. Szerinte célja van a mostani városvezetésnek azzal, hogy nehéz helyzetbe hozza a vízszolgáltató cégét. Csak merem remélni, hogy nem az lehet a háttérben, hogy igyekeznek a céget más tulajdonosnak, például az államnak átadni, és egy olyan állapotban kívánják átadni, ami mondjuk nem feltehetően a legizmosabb és legstabilabb működést teszi lehetővé a jövőben. A vízi közműszolgáltatókra így a tettyére is vonatkozik az a törvényi szabályozás, hogy megfelelő pénzügyi hátteret kell biztosítania a működéséhez. Ez kerül veszélybe Csizmadia Péter szerint az 50 milliós osztalék elvonásával. Ezzel pedig azt kockáztatja az önkormányzat, hogy a cég működési engedélyét felfüggesztik, mondja a képviselő. Március 10-én az utolsó közgyűléskor a városvezetés azzal indokolta a pécsi önkormányzati cégek, így a PTÁV és a tettye forrásház osztalék fizetési kötelezettségét, hogy a gazdasági társaságoknak is ki kell venniük a részüket Pécs finanszírozásából. Nem lesz munkaerőhiány idén a Balatonnál, vélik a szakemberek. A vírus miatt leállt turizmus sokakat kényszerített arra, hogy itthon maradjanak és belföldön vállaljanak munkát. Ennek hatása már most is érezhető, hiszen a legtöbb vendéglátóhelyen már megvannak az alkalmazottak. Ahhoz azonban, hogy megtartsák őket, a bérek emelésére van szükség, mondják a szakemberek. A net rendelése elkészült. Ismét kinyitottak a balatoni vendéglátóhelyek. Ez a Balaton szemesi büfé már 4 évtizede várja a vendégeket a nyári szezonban. Az elmúlt években gondot jelentett a megfelelő munkaerő megtalálása, idén azonban még válogatni is lehetett a jelentkezők közül. Voltak olyan szezonok, amikor csak 6-an tudtunk dolgozni, mivel annyira nehéz volt munkaerőt keresni, megfelelő munkaerőt. Ebben a szezonban úgy néz ki, hogy megleszünk teljes létszámmal, azaz
hétköznap 8 fő, hétvégén olyan 10 körülbelül. Ebben a siófoki egységben is gőzerővel folyik a munka. 15-en dolgoznak a nyáron a büfében, mind a kiszolgáló, mind a konyhai részlegen. Akadnak közöttük olyanok, akiknek megszűnt a munkahelyük a koronavírus járvány miatt, és itt tudtak elhelyezkedni. Én Budapesten egy nemzetközi hotelben dolgoztam, ott sajnos most a vírus miatt megszűnt a munkahelyem. Külföldön én nem is szeretnék menni, nem is voltam, de a Balatonnál mindig volt helyem, és szeretek is ide járni. A büfé tulajdonosa azt mondja, sokan vannak, akik visszatérő alkalmazottak. Egyáltalán nem volt nehéz munkára találni. A régi dolgozóink mind visszajöttek. Van olyan, aki ledolgozott nálunk 8 évet, 2 évig nem volt, ilyen 2 is van, és most újra visszajött. A koronavírus járvány miatt sokan maradtak itthon, ők pedig könnyen elhelyezkedhetnek a balatoni vendéglátásban. Már nem olyan szimpatikus a külföldre menni dolgozni. Először is félnek az emberek, mert ez a vírus miatt egyértelmű, és megtalálják a számításukat szerintem ugyanúgy, ha egy kicsit gondolkodnak Magyarországon is. Az elvándorolt magyar munkavállalók nagy része nem tud vagy nem is akar visszamenni dolgozni külföldi munkahelyére. Ez azonban mindenképpen előnyt jelent a hazai munkaerőpiac számára, mondja Hoffmann Henrik, a Balatoni Szövetség elnöke. Ja, azzal, hogy nem csak a hazai, hanem a nemzetközi turizmus is megtorpant és leállt, és valószínűleg lassabban indul el, mint a belföldi. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy nagyon sok szakember, aki a környező országokban dolgozott az elmúlt időszakban, itthon marad, és itthon fog munkát vállalni az idei esztendőben. Én abban bízom nagyon, hogy fogunk tudni olyan fizetést adni és munkahelyet teremteni, ami vonzó alternatíva lehet adott esetben akár egy külföldi munkahelyen szemben is, és sokkal inkább maradnak majd ők itthon, adott esetben éppen a családjuk közelében. A vírus miatt meghozott szabályozások folyamatos enyhítésével még inkább megnőhet a belföldi utazási kedv, így a nagyobb tömegek ellátására még több dolgozóra lesz majd szükség a Balatonnál. Zöld Folt közösségi kert. Ez a neve annak a területnek, amely közvetlenül a Pécsi Király utcáról nyílik. A tagok a belvárosban termelik meg azt a zöldség vagy gyümölcs mennyiséget, ami az asztalukra kerül. Azonban a kertészkedésnek más célja is van, közösséget épít a különböző társadalmi közegbe tartozó emberek között. Járókelők, az asztaloknál kávézó emberek a Pécsi Király utcában. Nem is sejtik, hogy mit rejt az ajtó mögötti terület a belváros közepén. Néhány lépés csak, és a vezetőmmel egy veteményes kertbe érünk. Van itt cékla, patiszon, még új-zélandi spenót is ültetve a tápla szerint. Valamint egy igazi ritkaság. A kék Golgota virág, gyönyörű szép virága van, amikor ki van nyitva. Hozza idén a gyümölcsét, a marakujával rokonítható egyébként. Méreg áron van, méreg drága ennek a gyümölcse. Én ezt gondolnám többek között idén egy ilyen nagyon különleges példánynak. De hát aztán nagyon sokféle minden megtalálható itt nálunk. De általában paradicsom, paprika, zöldségek, mindaz, ami kell a konyhába. 5-6 négyzetméteres parcellákra osztották fel a területet a tagok. 40 lelket aktív kertész számol most a közösségi kert, és azok csatlakozhatnak, főleg akik így kedvet éreznek ehhez, és hajlandóak ugye vállalni a közös területek művelését, ezen kívül nyilván a saját parcellájuk gondozását. Az idei év az első olyan év, hogy tagdíjunk nincsen, ugye ez most a második évünk, hanem projektvállalásokhoz kötjük azt, hogy valaki így parcella birtokos lehet itt a belvárosban. A terület részben az önkormányzati, részben az országos fordítóirodához tartozik. Tőlük kapták meg hasznosításra. Tagságuk vegyes, az egyetemistáktól a különböző foglalkozású embereken át a nyugdíjasokig terjed. Hajba Gergő azt mondja, a kertészkedés a haszonnövények termesztése mellett céljuk még, hogy igazi közösséget alkossanak. Ehhez bizalom kell, amihez jó eszköz a belvárosi kertművelés. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Hamarosan kinyit a szekszárdi strand, zajlanak a karbantartási munkálatok, fertőtlenítik a medencéket. Kegyeletsértő sírrongálás, vandálok teszik tönkre a 6 évesen meggyilkolt Leonetta nyughelyét. Drágulás, 40%-kal került többe a gyümölcs tavalyhoz képest. Adományok, állami gondozott gyerekeket támogat a Kók Segély Alapítvány. Csütörtökön is zömében felhős idő valószínű, csak elvétve bújhat elő a nap. Várhatóan kevesebb helyen alakul ki zápor, zivatarnak is kisebb a valószínűsége, de nem kizárt.
Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!